harmonika szó mellett csültek a különböző finomságok a termelői piacon. Húsokat, kolbász, szalonnát és zöldségféléket készítettek grillen. Az új kezdeményezés után sokan érdeklődtek, az incsiklandozó ételeket pedig a legtöbb arra járó meg is kóstolta. Nagyon szeretem kávézni, és ide járunk. Hát ez meg most egy nagyon felséges, finom kaját csinált most a Karcsi. Lancsák Károly séf forgatta a húslapátot, aki elárulta nekünk, hogy mi a jó grillételek titka. A titka a jó pácolás és a gyors sütés és a gyors fogyasztás. Tehát gyorsan sütjük, gyorsan esszük, és hosszan pácoljuk. És ennyi volt. A fogások helyi alapanyagból készültek. A helyi termelőknek a termékeit ők ajánlották föl, és ebből készülnek grillételek. Grilltel, grillkolbász, császárszalonna, grillzöldségek, kenyér. A húsféléket egy rávapatyi termelő ajánlotta fel. Itt vagyok a piacon kezdetek óta, hozom ide a kis terméket, amit otthon előállítunk. Mai nap egy különleges eseménnyel kezdődő, vagy van, saját készítésű ételeket lehet fogyasztani a piacon. Ha valaki megszomjazott a grilltál után, különleges italokat is kóstolhatott. Mivel ugye grill ételeket szolgálnak föl most, és a kenyér ünnepét tartjuk, ezért úgy gondoltuk, hogy az üdítőinkkel tudunk csatlakozni ehhez a nagyon jó kezdeményezéshez. A termelői piac csütörtökön délutánonként várja a vásárlókat, extra programjaikról Facebook oldalukon lehet tájékozódni.